Hello, kedves Z Plus, illetve Starlat nézők! Talán nem ciki, azt mondom, hogy rajongók. Van is miért rajongani ebben a műsorban, mert csupa-csupa híres embert kísérünk, mutatunk be többnyire egy héten keresztül, és ezt tesszük ma is, holnap is, meg persze napokon át, sőt, még a Starlat összefoglalóját is megnézhetitek a hétvégén a legjobb pillanatokból. De most már szerintem ideje van elárulnom, hogy éppen hol is vagyunk. Budapesten állunk a Kongresszusi Központ parkolójában. Tulajdonképpen ezen a betonon vagy flaszteren már nagyon sok sztár várakozott, és nagyon sok sztár indult turnéra, ugyanis amikor egy zenekar vagy egy előadó országjáró turnéba kezd, akkor többnyire ez az egyik legkedveltebb találkozási pont, a Budapest Kongresszusi Központ parkolója. Nem lett volna gyermekszobám, akkor talán ki is nyitnám, de nem. Maga a nagy művész táskája barna, bőrből készült. Mit mondjak még róla, hogy bulváros legyen az anyag? Nagyon nehéz, és tele van fellépő ruhákkal, valamint relikviákkal. Szia, nem akarunk zavarni, egészen nyugodtan pakolj be. Hári Péter az egyik kiváló zenész éppen. Péter, te mit hoztál? Hány mázsát? Adam kulcs van benne. Biztos, ami biztos. Egyébként egy nagyon érdekes hangszeren játszol, de erről majd úgy is beszélgetünk, ha gondolod a beálláskor, ha erre lesz egyáltalán idő. Elárulnád a hangszer nevét, mert még kimondani is nehéz. Sticknek hívják, és egy Chapman nevű ember találta ki, így aztán a mielői Chapman Sticknek hívják. 12 húros instrument. Tyuki állandó akciófotósa Ákosnak, őt ismerhetitek többek között az Izé Filipe című műsorból is. Hát ez körülbelül olyan 50-60 darab fénykép, ugye? Hát csak egy része, még ott nézik a többieket az egyéb képeket, szóval olyan 200 készült eddig az első három állomáson. Mutasd meg a legjobban sikerültet, ami neked, mint a szakma egyik kiváló mesterének a leginkább tetszik. Tessék, mutass egyet. Nagyon nehéz. Nem el? Nagyon szeretem például ez a Ákos a Gitár Hero. Amikor a híres művész visszatér a közéletből, a turné elejére, hogy erőt gyűjtsön, ezek a szép pillanatok. Filip. Ez most így fog menni egy napon keresztül. Ez most így jól készülj fel előre, a nyomodban leszünk, a sarkadban leszünk, ahogy ez a staroknál szokott lenni. Nagyon jó. Most le leszek löplezve teljesen. De azt tudod, hogy hova megyünk most? Én tudom. Te tudod? Én tudom. Köszönöm, Izalaegerszegre. Csókolok bentek, magyarok. Ákos, mondjuk szerintem hálás dolog fényképezni. Tényleg nagyon hálás dolog őt fényképezni, csak a világítás, lehet, hogy a közönségnek nagyon szép, de fotózni borzasztó nehéz, szinte minden fény hátulról jön. És hol a másik zacskó, amiről szó van? Milyen zacskó? Hol van? Ott van a dobozban, a szekusok dobozában van betéve. Milyen doboz? Egy ajándék, amit majd a zenekari tagok a legvégén kapnak meg. Na, mi van benne? A zenekari tagoknak nem mondjuk el, milyen ajándék. Tényleg nem tudják meg? Nem. Mindenki kap egy szép egységes napszemüveget. Ákostól? Igen. Azért, mert jól játszottak? Igen, gondolom. Milyen rendes ez az Ákos? Nagyon rendes. Nagyon jó a turné. Szerintem az országban ez a legjobb turné, amin valaha én részt vettem életemben. A BS koncertek és mondjuk egy ilyen kisebb koncert hangulatát nyilván nem lehet összehasonlítani bizonyos szempontból meg igen. A BS az teljesen más. Itt a koncertek miatt sokkal közelebb vagyunk a közönséghez, mert utána itt lehet némi szót váltani. A BS-ben ott mindig mindenki megy haza, és akkor ott nincs semmi. Itt meg sokkal közelebb vagyunk egymáshoz. Meg családiasabb is, kisebb a dolog. Sziasztok! Fogadjunk csak azért,
késtetek, mert ismeritek Ákos abbéli szokását, hogy ő fél órával később szokott érkezni. Ez nem igaz. Épp az, hogy nem késő az Ákos. Azt mondták, hogy késni szokott? Azt mondta mindenki, igen, mert ma 10 perccel előbb jött, és azt hitték, hogy beteg. Hát, de mindig rá licitálunk az Ákosra, mi mindig 5 perccel később jövünk. Ebből már ilyen sportot űzünk. Az előbb kérdeztem az Ákos, hogy na mi van, miért nem indulunk, és azt mondta, hogy a csillaghegyi kommandóra még várni kell. Ezek ti vagytok. Persze, igen. De jó, most már végre itt vagytok. Tudjátok, hogy hova megyünk ma? Hát, mozza a Lágerszeg, amelyünk, és megyünk Pestre, vagy fordítva, nem tudom. Nekem ez nagyon kényelmes állása, úgy tetszik ez az Ákos billentyűség, mert pont azt a színpadigényemet elégíti ki, amire nekem szükségem van. Tehát pont annyit játszunk az Ákossal, ami nekem éppen jó. Ennél többet nem szeretnék. Jó 3/4 órás késés után végre elindult a stáb, egészen pontosan Zalaegerszeg felé. Az M7-esen a forgalom. Na jó, ez nem is annyira érdekes. Ákos, ez szokásos, hogy majdnem egy órával később indulnak a turnék? Tehát úgy van kalkulálva az egy órás találkozás, hogy mindig lehet tudni, hogy valaki késik? Azt lehet tudni, hogy valaki mindig késik. Tehát ez egy régi gyakorlat. Persze rátartással indul a busz. Ma azért késlünk egy kicsit többet, mert valami hangszer problémája volt az egyik muzsikusnak, és ezért még át kellett utazni a félvároson, ami egy ilyen pénteki csúcsforgalom, a Budapesten nem egy egyszerű dizájn. A csillaghegyi kommandó azt mondta, hogy te is mindig késni szoktál, de ők mindig rád vernek még néhány percet. Én nem tudok eleget késni. Tehát a csillaghegyi ritmus szekcióhoz, Dorozsmai Péterhez és Samuhoz, a basszusgitároshoz képest én mindig nagyon hamar vagyok a helyszínben. Ez a negyedik turnéállomás a tavaszi turnéban, és a harmadik magyarországi koncert, mert az előző koncertünket az Dunaszerdáján, Szlovákiában adtuk. Általában azt szokták mondani a zenészek, hogy magyar lakta településen játszani, mondjuk Erdélyben, vagy akár a felvidéken, az mindig hatványozottan jobban sikerül, mint a magyarországi turnéállomások. Most is így volt? Hát nagyon jó hangulat volt, de a helyzet az, hogy bennünket, vagy engem személy szerint már nagyon régóta elkényeztet a közönség azzal, hogy nagyon hevesen reagálják le azt, amit a színpadon művelek. Inkább azt mondanám, hogy abszolút beleilleszthető volt a turnéállomások hangulatába az, amit itt tapasztaltunk Szlovákiában. Viszont kevesebben voltak, mint a magyar állomások. A valószínűleg ott nagyon drága ez a koncertjegy, ami egyébként Magyarországon sem olcsó, de ott talán még drágábbnak tűnik. De hát iszonyú lelkesedés volt. Egy kicsit tartottunk is attól, hogy ennek olyan politikai felhangjai lesznek, amit mi nem szeretünk, vagy én semmiképp sem szeretném. Amikor a zenekart éltető közönség őrjöngő vastagsba kezdett, és Ria-Ria Hungária bekiabálások is ritmikusan elhangzottak, akkor az jutott eszem, hogy egyrészt ez nem az a zenekar, tehát hanem egy másik, meg hogy ez már nekik valami nagyon fontos, amit mi talán nem is értünk. Amikor Szombathelyen voltam katona, akkor 10 napra átvezényeltek az zalaegerszegi laktanyába, ahol hát nagyon tanulságos pillanatokat töltöttem, és így az zalaegerszegi városi sportcsarnokot is már katonakoromban egy jó évvel a vonalzomazány megalakulása előtt már ismertem belülről. Ott zajlottak mindenféle katonai oktatások. Hát nagyon sokat köszönhetek ennek a 10 napos időszaknak.
nagyon szeretünk zenélni, örülünk, hogy vannak emberek, akik kíváncsiak ezekre a dalokra. Izgulunk a technika miatt, hogy minden jól működjön, tényleg ilyen bitang nagy technikával vonunk végig az országon. Sok minden meghibásodhat, szóval hogy egyszerűen koncentrálni kell, de nem kell ezt túlspilázni, szóval oda kell figyelni, tudjuk a dolgunkat, ugyanakkor ezek profi muzsikusok, nem kell itt hosszan Mekka felé fordulni ahhoz, hogy jól játsszák el a hangszerükön azt, amit már a próbák, meg a sok-sok koncert alatt nagyon jól begyakoroltak. A helyzet az, hogy ezek a turnék a közönséget nem biztos, hogy érdekli, de azért egy fontos információ, ezek a turnék, ezek gazdaságilag nem nullszaldósak. Tehát ez egyfajta veszteségként kell anyagi értelemben elkönyvelni. Viszont turnézni meg szeretünk, és én ilyen körülmények között szeretek. Tehát ezt sokkal olcsóban és nagyon rentábilisan és sikakaszaléc jeligére is meg lehetne csinálni ezeket a bulikat. De én nekem nincs kedvem ilyen magyar színvonalú koncertet adni, és a magyar alatt most értsen mindenki olyat, amilyet akar. Mert a magyar realitás, vagy a magyar vásárlóerő, vagy általában a... hogy mennyi pénz van a pénztárcánkban, az ilyen bulikra nem ad lehetőséget. Én arra igyekszem felhasználni a nagylelkű támogatóim segítségét, hogy ezért az amúgy nem olcsó koncertjegyre sokkal több értéket tegyünk föl a színpadra. Most, ha csak technikai költség szempontjából nézem a dolgokat, akkor is igaz a mondás, mint amennyit a jegyárban benne van. Sokkal több veszteséges bulit meg nem bír el a turné, ilyen egyszerű. És általában arra is figyelni kell, hogy ezek az ország legnagyobb sportcsarnokai, technikailag relatíve legjobban felszerelt sportcsarnokai, ide fér be a motyónk. Most vagy azon, hogy nagyon rá szoktattam a közösséget a dedikálásra, és megszerették, és egyre többen jönnek. Vagy az van, ami szintén nagyon jó dolog, hogy várják a lemezeimet. Ennél hízelgőbb dolgot nem tudok elképzelni a közönség részéről, ennél hízelgőbb kritika nincsen. Hogy ennek ilyen okai vannak, hogy az én lemezeim ilyen jók-e, vagy inkább az van, hogy nem nagyon vannak hiteles magyar produkciók, illetve egy kezünkön meg tudjuk számolni, hogy melyek azok a dalnokok, akiknek hinni merünk. Nem tudom, de azt el tudom mondani, hogy ez most az én emberi tűrőképességem meg a határát súrolt ez a kis 10 órás design. És aztán még dedikáltam sok-sok órát különböző vidéki nagyvárosok lemezboltjaiban. Nagyon fárasztó tud lenni egyébként, úgyhogy most egy darabig nem akarok dedikálni. Egy-egy koncertnapnak az időbeosztását, vagy menetrendjét, ezt te határozod meg? Tehát, hogy egykor van indulás, utána hánykor van a hangbeállás? Nem, mert ezt a gyakorlat megmutatta, hogy mi a helyes időbeosztás. Már mindannyian tudjuk fejből az indulásokat, a produkciós menedzser Csalamari osztja be. Van gazdája a dolognak, de ez nem én vagyok. Tehát azért minden részlet kérdése, bármelyre szeretnék, nem tudok foglalkozni. Pláne, ha meg nem szeretnék, akkor meg milyen jó, hogy nem nekem kell vele törődni. Úgyhogy van egy nagyon jó kialakult ütemtervünk, hogy nagyjából milyen távolságra, mikor kell elindulni, nem 3-4 órás késéssel, teszem hozzá halkan. És aztán ott majd fogjátok látni, hogy a catering, tehát ez a kis mozgó konyhánk, az már vár bennünket, kósul ismét, megpróbál megmérgezni. De hát mindenkinek van gyomorfertőtlenítő tabletta ilyenkor. Kiváló pusztító gombaleveseiről híres Kós úr, nem tudom mit tervez már, remélem pont gombalevest. És akkor ott rögtön mindenki ráesik valami szendvicsekre, hogy kihúzza a hangpróbánát, lecsekkeljük a hangszereket, megnézzük, hogy a színpadon minden jól működik-e. Hát ilyenkor teljesen romantikátlan a helyzet, teljesen gyakorlati feladataink vannak, és el kell kezdeni belőni a cuccot, hogy a helyszínhez képest jól tudjon szólni.
fő, hogy utazunk, mondta egyszer valaki, valóban baromira robogunk Zalaegerszeg felé. Hát meg szívesen mondanám azt, hogy nem sokára megérkezünk, de ez meg egyelőre nem fenyeget ez a veszély. Viszont Ákos, hoztál magaddal egy videokamerát, egy home típusú videót. Minek? És videózlak téged. Azért, hogy megörökítselek, Filip, hogy ne csak az adásba legyen. Meg azért, hogyha valami olyan intim dolgot veszek fel, ahova ti nem jöhettek, akkor az később az is adásban mehessen le, érted? Tehát ilyen féltitkos, ahogy a vonosokat fölvettem annak idején, emlékszel, le is adtuk az adást. Ezzel a kamerával volt? Tessék, benne vagytok a tévébe, öcsi sajt. Kereszt promóció tipikus esete most. Haló, haló Ákos, haló Moszkva. Igen, Renáta, Öcsner Design, very cool. Szinte megugró lemezeladási mutatókat látok magam előtt, hát ezt erre nem mondok semmit. Zabál, persze, stúdióbetegség. Oké, gyerekek. Oké, Biliház, ezt már szerettem. Ez a szükségem, persze. Mária, telefonoz. Ez jöjjön, ez van, mert ebből azért nem szól. Jó, rendben. Köszönöm, hogy hívtál. Lovat akarok rajzolni. Közel 4 órás viszontagságos út után, nem, ez a volánbusz ez nem a miénk, viszont a mögötte lévő fehér busz Ákos és a turnébusz. Nem tudom, látnak-e minket, menjetek nyugodtan, nehogy elkéshetek. Igen, a zenekar is és Ákos is éppen egészségesen megérkezett Zalaegerszegre. Úgyhogy innentől kezdve már csak a hangbeállás és utána kezdődik a koncert, nem máshol, mint Zalaegerszegen. Koncertjét itt Zalaegerszeget. Nyilván ti még a mai nap végén nem láthattatok a koncertből semmit. Igen ám, de ezért érdemes holnap este is nézni a Sztárlatot. Holnap, ígérem, eljutok ti is ide, és belekukkanthatok Ákos koncertjébe, meg persze a kulisszatitkokba. Holnap este tehát Sztárlat a szokott időben. Sziasztok! Idegen vagyok rá! Ígérem, most énekelni nem fogok, bár elég nehezen tudom magam tűrtöztetni, mert ez az egyik kedvenc szám. Elfolytott. Na jó, oké. Hello mindenkinek, ez itt a Sztárlat, és ahogy megígértem, ma már látni fogjátok ennek a mögöttem zajló koncertnek az előkészületeit is, úgyhogy érdemes lesz végignéznetek ezt a Sztárlatot. Hát akkor felkészülni, vigyázz, elkezdjük! Időközben megérkeztünk a zalaegerszegi városi sportcsarnokba, ahol a kint tomboló 45 fok helyett csupán olyan 43,5 fok van. Ez már jótékonyan hat ránk és mindenkire. Többen esznek, ez itt a catering helység, az úgynevezett ebédlő, illetve az úgynevezett catering magyarán szólva ebédlő. És ja igen, még egy fontos dolog, megkaptuk az Ákos ismert fel 1999 feliratot viselő turné stage pass-t, amellyel mindenhová bemehetünk, és ha nem bánjátok, benneteket is magunkkal viszünk. Jó étvágyat kívánunk a valtonos kollégáknak, meg mit teszel Lajos? Nagyát? De borsóleves? Ja, persze nyugodtan. Borsóleves? Ebben leves, de szerintem inkább főzelék jellege van, hogy így megnézed, így belemerít. Úgy úr nem sajnálta tőlünk a tartalmát a levesnek, ugye? Erőgyűjtés folyik, ugye? Igen, jól látod. Nagyon jól látod. Remekül kérdezel egyébként. Főleg ebéd közben. Köszönöm szépen, értem a célzást. Mi most tovább megyünk egy picit, megkeressük Kós urat, a szakácsot. Ez itt a stáb levesének a sűrűje, aki pedig készíti nem más, mint Kós úr. Haló, Kós úr! Egy menürenddel spontán gyere ide. Elmondanád nekünk, hogy mi lesz ma a menü? Mit teszik ma Ákos? Igen, zöldségleves lesz, az előbb azt ugye láttuk. Ezt megnéztük. Ezt megnéztük Csipetkével, és utána sült sertés comb lesz, az itt van benne ebben a lábosban. Forró. És párolt káposztával és hagymás körburgonyával lesz.
és utána pedig desszertnek, az még nem látható, mert az majd később fog készülni, pedig egy ilyen megyes vaníliás puding fog történni. Ez lesz a vége majd. Ez Ákos kedvence, vagy vannak neki ilyen macerái, hogy szereti, ha van desszert? Igen, hát elég macerás a történet. Ez az Ákos féle történet, elég macerás. Egyébként ez az egyik kedvenc. A másik kedvenc az a túrós lepény. Az holnapi nap folyamán fog elkövetődni, és mazsolás túrós lepény lesz holnap a desszert. Elég jól hangzik. Mielőtt a stábéhen maradna, még egy rövid kérdés. Te nagyon sok sztárnak főztél már. David Copperfieldtől kezdve Ákosig bezárólag. Ákos, hol helyezkedik el a macerás top listán? Nem vészes, nem vészes. Ez egész tűrhető. A normálisabbik fajtából van. A normálisabbik fajtából van. A normálisabbik fajtából van. Hála jó Istennek. Ezért szeretem ezt. Ez itt már bizony az a lépcső, amelyen Ákos föl fog közlekedni a színpadra. Körülbelül egy óra múlva kezdődik ugyanis Ákos koncertje itt Zalaegerszegen. Madi már nagyon tépi a húrokat, és természetesen Ákos nyakában is ott az elmaradhatatlan gitár. A fiúk a helyükön, Hári Péter fönt, Dorosmai Péter szintén. Ez itt gondolom Ákosnak van ide készítve. Hát igen, persze, hogy nem szóval elektromos. Ki van itt? Igen, Lepés Gábor, azaz Lepe, valamint Samu, a basszusgitáros, mindenki. Az utolsó simításokat és hangolásokat végzi a hangszerén, pillanatokon belül kezdődik a hangbeállás, és egyébként kint már látunk a fűben fiatalokat, akik a helyiek elmondása szerint órák óta itt vannak, és arra várnak, hogy elkezdődjék az Ákos koncert. Íme itt látható Hári Péter Chapman stickje, ez az a hangszer, amelyről már beszéltünk még a kongresszusi... Azt látom, nem baj, de erről a hangszerről beszéltünk már a kongresszusi központ parkolójában. Mutatsz valamit, Péter? Bár hallani nem nagyon fogunk most belőle sokat. Nem szólt? Hát egy pici szól, de nem is ez a lényeg, hanem hogy végre ilyen közelről, ez az a lényeg, hogy ilyen közelről láttunk végre egy ilyen hangszert, majd úgyis a koncertben fogjuk ezt hallani. Meg majd mindjárt kimegyünk a beállás, meghallgatjuk. Azt hiszem egészen nyugodtan leleplezhetjük a koncert sorrendet, mert hogy a dalok sorrendjét, hiszen mire adásba kerül, addigra úgyis vége az Ákos turnénak. Szóval az intróval kezdődik, aztán Ikon, majd Induljon a Banzai, Beavatás, Erő és Alázat, hoppá. Tudom, hogy merre jársz, ismer fel, dudolni akar, nem akarod még te a világ legvégén, Gyilkos ezüstgolyó, Szívsebb és Evedevedem, és a Visszataps után 2-4-5 dal, és természetesen az Adjon Isten jó éjszakát, a tér véget majd ma este is itt Zalaegerszegen. Ákos koncertje. Ákos, ismerj fel! Ákos fazonyát hétköznapokon is viseled? Persze, csak ezt a festést nem. És mit szól a környezeted ahhoz, hogy megpróbálsz hasonlítani rá? Hát megszokták ma. Tudják, ilyen vagyok. Ma így ismernek. Mit szerettek Ákosban? Hát ezt nem tudnám megmondani, talán olyan nagyon egyedi stílusa van. Különbözik attól a sok olyan egyforma zenekartól, amit nem igazán szeretek. Nem őt, mint embert. Hát dalait és a zenét. De ehhez képest mondjuk hasonlítasz rá? Persze. Legalábbis megpróbálsz úgy kinézni, hogy... Mert a lányok, az, én úgy gondolom, hogy a nagy többség aranyúknak azok különböző relikviákban. Tehát különböző Ákos póló meg egyéb hasonló. Én így próbálom ezt viszonyítani. Én így szeretem őt, ahogy van. Én mitosznak képzeltem, de mondom, amióta az interjúkat láttam, azóta... kellemesen csalódtam. Egyfajta mítosz övezi, miért? Talán azért, mert nem a külföldieket majmolja, és ez teljesen egyedi stílust tudott kialakítani, mármint személyiségében, egyeniségében és a zenéjében is szerintem. Érezni lehet, hogy annyira profi. Minden koncert más. Tehát nem szerintem ő se tud ugyanúgy énekelni minden koncerten. Mindig más a kisugárzás az egésznek, ami lejön hozzánk.
Van, amikben van erő, van, amikben nincs. Ma lesz? Remélem. Körülbelül negyed órával vagyunk az Ákos koncert kezdete előtt, és minden igaz, Ákos az öltözőben éppen megkapja sminkjét szeme alá, bocsánat, sem, én zavarok. Ákos, ez már a metamorfózis utolsó fázisa, ahogy látom. Jaj, de kár, hogy nem tudok beszélni, jaj, de kár, sminkelés közben tök nem tudok beszélni. Hogy bírod a sminkel? Hogy bírja Ákos a sminkelés? Jó, bírja. Tettük neki. Főleg a lemosás. Tök jó, lemosás rész a legjobb. Legjobb, amikor vége van. Egyébként ki találta ki, vagy kinek az ötlete volt annak idején az Ikon klipre ez a smink? Szerinted? Hát szerintem a házban mondta valaki? A menedzserem szólt, hogy jó ötlet lenne. Most a helyzet az, hogy én nem hétköznap járok sminkben, hanem a színpadon, és ez az első turnéma nem tudom hányból, amikor sminket alkalmazok. Úgy éreztük, hogy ez ilyen jó pofa lesz a színpadon, vagy segíti azt, amiről beszélni akarunk, de hogy miről akarunk beszélni, ezt meg ne kérdez, mert nem is tudjuk már. Igen, nézek felfelé. Elsősorban a saját elvárásaimnak kell megfeleljek a színpadon, és ha azoknak megfelelek, akkor már nagy baj nem lehet, mert a saját elvárásaim magammal szemben úgy gondolom magasabbak, mint az átlagos elvárások, amit a közönség sugároz a színpad felé. És nem szeretem én, mint befogadó élem az életemet, nem szeretem a civileket a színpadon. Nagyon utálom, hogy ez egy ilyen trend lett a világban, és Magyarországon különösen, hogy ilyen annyira jó pofa valaki, ilyen civil, tudod, annyira kis allűrtől mentes, meg ilyen jó fej, hogy mászkál a színpadon téblából, toporog, mint a gatyás galamb, érted? Szóval ez nekem nem tetszik. Én azt gondolom, hogy a színpadon valami mássá kell válni, saját magadból kinőve valami sokkal többé, és ezt a színpadi ént meg nagyon hamar el kell fejteni, és le kell vetni, ahogy lelépsz a színpadról, mert a Magyarország egy olyan ország, hogy az ilyen öltözői meg büféi sztárkodások hazája, színpadon meg civilek vannak, hát nyilván van számtalan kivétel ez alól az ítélkezés alól, amit most mondtam, de nagyon érdekes trend mutatkozik a színpadon arctalan, de a büfében nagy sztárprodukciók iránt. Akik jártak már valaha annak idején Bonanza koncerten, aztán Ákos koncerten, azok tudják, hogy ez a kendő a csuklódról nem nagyon hiányzik. Miért? Hát ez egy nagyon korai játékszerem, amit egyszer így kitaláltam magamnak. Ezt a karomra köttem, az első gond az a koncertek óta rajta van, és azóta se bír lerohadni rólam. Nem tudom, miért nagy jelentősége nincsen, de a turné első állomására elfelejtettem magammal hozni, és akkor valami hihetetlen hiányérzetem volt. De azért nélkül is tudok koncertezni, a hangom nem ebbe van. És van még valami ilyesmi, nem is tárgyi, de mondjuk lehet tárgyi dolog is, ami mondjuk hozzátartozik a koncerthez, hogy mit iszol ilyenkor, vagy mit eszel, vagy mit nem iszol. Hát nem szoktam nagyon kajálni koncert előtt, és van egy ilyen speckó teám, amit iszom koncert előtt és koncert közben is. Kérlek szépen, elárulom a receptet, kakukkfű és borsmenta keveréke ez a tea. És ezt már évek óta iszom, és azt hiszem, hogy ettől bármi is jobb lesz. De egyébként nem lesz jobb. Csak úgy elhittem magamnak, és ez most nem lenne, akkor hiányozna. De még egyszer mondom, mennék is tudnék koncertezni.
One, two, three. Kezezzünk. Egy, kettő. Let's fucking do it! Közönség tombol, Ákos pedig öltözik. A művész hiú egy kicsit, rendbe teszi a toalettjét, és már indul is a világot jelentő deszkákra. Előbb még orrot fúj. Ilyenkor a művész. Rendes vagy, fáradt, a művész fáradt, meg én is. Tök jó, menj el. Köszönöm szépen, hogy előre engedsz, mert én tök pihent vagyok, és élveztem. Én is élveztem, én szeretek színpadon lenni, egy exhibíciós állat vagyok. Ilyenkor elszállnak, gondolom, a problémák, mindenféle nyavajgás, hogy ebből aztán most már elég. Ilyenkor csak a szépre emlékezünk. Hát színpadon lenni az egy olyan helyzet, amikor az ember nem tötyörészik a hétköznapi nyavaigásaival, tehát erre a két és főre biztos elszállnak a... Elszáll a gondom, volt egy ilyen szám, emlékszel? Nem annyira, én... Bemegyek a zenekaromhoz, és kicsit smúzolok előbb, mert jó fej volt. Jó volt.